Szép jó napot kívánok! Én Krausz Ivett vagyok, pszichológus és a ZEFI mentálhigiénés koordinátora, és egy olyan videóval készültem most önöknek, amikben agytorna gyakorlatokat állítottam össze, amelyekkel elősegíthetjük a demencia megelőzését. Ezt minden korosztályban nagyon javasolt ezeket az agytorna gyakorlatokat végezni, úgyhogy vágjunk is bele, hogy melyek ezek. Az első ilyen elem a zene. Bizony már önmagában a zenehallgatás is kiválóan hat az agyunkra, stimulálja azt. Azt szokták mondani az idegkutatók, hogy olyan ez, mint egy tűzijáték az agyban. Annyi idegsejt létesít kapcsolatot egymással, olyan sok terület aktivizálódik az agyunkban, hogy ezt bizony tényleg tekinthetjük egy agytornának. De ami még jobb és még inkább aktivizálja a működéseinket, az egy új hangszeren akár, vagy bármilyen hangszeren gyakorlatilag játszani, ugyanis ez megfelel annak, mint hogyha egy egész testet átmozgató edzést végeznénk, annyi úgynevezett ilyen finom motoros készséget igényel, ráadásul összeköti a jobb és a bal agyfélteke munkáját. Ez egyrészt ugye lefoglalja az elménket, másrészt pedig sikerélményt is ad, hogyha megtanulunk egy-egy darabot, pluszban nagyon nagy örömérzethez is juttat minket, hiszen az agyunk jutalmazó rendszerére is elektromos impulzust küld. Ne feledkezzünk meg természetesen az éneklésről, ami egyaránt az érzelmi és a gondolati vonalon is nagyon jól lehet, hogy ki tudjuk magunkból adni azokat az érzelmeket, amiket lehet, hogy beszédben mondjuk kevésbé tudnánk megjeleníteni. A második ilyen aktivitás a kertészkedés. A friss levegőn lenni, fizikai aktivitást végezni nagyon megnyugtatóan hat a szervezetünkre, csökkenti a stressz hormonokat, pontosabban a kortizol szintet, ami azért is nagyon jó nekünk, mert a stressz bizony negatív hatást gyakorol a memóriára és a tanulásra, tehát kiválóan alkalmas ez a demencia megelőzésére is. Mindemellett fontos megemlíteni, hogyha éppen napsütéses időben megyünk ki kertészkedni, akkor a D-vitamin nagyon pozitív hatást gyakorol a szív- és érrendszerünkre, az immunrendszerre, és a hormonális, valamint az idegrendszerünkre egyaránt. Ha az otthon a környezetében nincs lehetősége kertészkedni, látogasson el a Zuglói Közösségi Kertek oldalára, itt nem csak egy szuper közösséghez, hanem a természethez is kapcsolódhat ezáltal. A harmadik nagyszerű gyakorlat a főzés. Ezáltal mind az öt érzékünket használjuk, ami ráadásul az agyunk különböző területeit fogja megmozgatni. Ráadásul a receptkövetéshez tervezés, ötletelés, mérések és odafigyelés szükséges. Nem beszélve arról, hogy mindez, amit alkotunk, megosztható a szerettekkel, összekapcsol és örömet szerez. Ha az egészséges táplálkozáshoz tippeket, a főzéshez ötleteket szeretne nyerni, akkor látogasson el a Zuglói Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára, ahol főzős videókkal és sok-sok hasznos tippel készültünk már önöknek. És ha már az agytornánál tartunk, akkor ne feledkezzünk meg a testünk tornáztatásáról sem, azaz a negyedik pontba ide a mozgást hoztam pont emiatt. Hogy van ez ugye hatással az agyunkra? Hát úgy, hogy amikor mozgunk, akkor az oxigén és a véráramlás megnő a szervezetünkben, és így ezáltal például az agyunkban is megnő az oxigén és a véráramlás, ami egy gyorsabb gondolkodáshoz, energikussághoz, jobb memóriához, tehát megnövekedett funkciókhoz vezet általánosan, nem csak az agyunkban természetesen, hanem a testünkben is. Külön ide kiemeltem a jóga jelentőségét, hiszen ez növeli a testünk és a tudatunk kapcsolatát, tehát a koordinációnk szempontjából elemi szerepet tölt be. A lényeg igazából, hogy mindig legyen olyan közepes intenzitású mozgásforma rendszeresen a napjainkban, amit szeretettel és jókedvel tudunk végezni, és legyen valami, amit teszünk a testünk aktivitásáért is, ezáltal ugye téve az agyunk egészségességéért is. Jó hírem van a szójátékok, a társasjátékok, a kirakósok, vagy éppen a sakk kedvelőinek, ugyanis ezek mind-mind kiváló hatást gyakorolnak a memóriára, az emlékképek előhívására, a koncentrációra, az információk feldolgozására egyaránt. Sőt, egy kutatás kimutatta, hogy a keresztrejtvényezés átlagosan 2,5 évvel késleltette
a memória hanyatlásának megindulását. Hát ha abba belegondolok, hogyha 2,5 évet már nyerünk ezzel, akkor mindenképpen megéri leülni játszani, akár az unokákkal vagy a barátokkal, szerintem ez egy nagyon jó hír a számunkra. Nem beszélve arról, hogy mindezek elősegítik a probléma megoldó képességünket, fejlesztik a rugalmasságunkat és az ügyességünket egyaránt. Sose árt ez az önbecsülésünknek, hogyha fejlődhetünk ezekben. És akkor végül még azt hoztam ide, hogy a társas kapcsolódásra egyaránt lehetőséget nyújtanak, bár most az online világban, a Covid időszakban ez lényegesen korlátozott, de a jó hír az, hogy így digitálisan online is egy csomó-csomó játékot lehet most már akár közösen is játszani, vagy önmagunkban elővenni, hogyha úgy tartja kedvünk. 6. agytorna gyakorlatnak az írást és az olvasást hoztam. Lehet, hogy ezek ilyen alapvető dolgoknak tűnnek, de ha belegondolunk, akkor még inkább megláthatjuk ezeknek a jótékony hatását. Ugyanis legyen szó akár naplóról, receptről vagy bevásárlólista írásáról, mindegyik stimulálóan fog hatni a különböző agyi területeinkre, és ráadásul segítenek rendszerezni a fejünkben lévő információkat. Az írás mellett az olvasás ugyancsak mentálisan aktivizál minket, ráadásul stresszcsökkentő és memóriát fejlesztő, de még koncentrációt növelő hatása is van, pluszban még a kreativitásunkat is fejleszti és a tudásunkat szélesíti. Megéri tehát rendszeresen írni és olvasni, és ezáltal jelentősen hozzájárulni a demencia megelőzéséhez. Sokat hallunk róluk, de mégsem lehet eleget hangsúlyozni a relaxációs és meditációs technikák jótékony hatásait, amik bizonyítottan ugye csökkentik a stresszt, segítenek az érzelemkezelésben, hozzájárulnak a kiegyensúlyozott hétköznapokhoz. És hogyha nyugodtabbak vagyunk, ha kiegyensúlyozottabbak vagyunk, akkor nagyon sok felesleges tevékenység alól mentesítjük az agyunkat, ami kifejezetten jót tesz így a memória és a koncentráló képesség megőrzésének is. Ne feledkezzünk meg azokról a szabadidős tevékenységeinkről, a hobbikról, amelyek örömet szereznek nekünk, amik segítenek a szorongással, a stresszel kapcsolatos megküzdésben, amik csökkentik a depressziót. Ez mindenkinek más, valakinek a fotózás, valakinek a kötés, az olvasás, a tánc, a természetben kirándulás, bármi, ami nekünk örömforrást jelent az életünkben, ez a lényeg igazából, hogy ezt megtaláljuk, és erre szánjuk is rá az időt. Vonjuk be a szeretteinket is, és legyünk tényleg kreatívak abban, hogy megtaláljuk a hozzánk közel álló hobbikat. Szerintem sose késő semmit sem elkezdeni, legyen az egy új hangszeren tanulásról szó, vagy éppen egy új táncfajtának az elsajátításáról. A lényeg, hogy merjünk belevágni. Nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találták ezeket a tippeket. Lehet, hogy már mindegyikkel tisztában voltunk, csak nem gondoltunk bele, hogy ezek valóban idegrendszeri szinten, biológiai szinten ilyen hasznosak lehetnek és jótékony hatásúak. Úgyhogy néha nem árt egy kis emlékeztető, hogy ne felejtsük el ezeket a agytorna gyakorlatokat művelni. Én Krausz Ivett voltam, hogyha további kérdésük van, vagy szeretnének hasonló egészségtippekkel gazdagodni, akkor keressenek fel minket itt a megadott lehetőségek Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, honlapunkon vagy az Instagram oldalunkon. Jó gyakorlást kívánok! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.